Új információk az 5. tesztrepülésről, tényleg nem sokára jön a 6. tesztrepülés? Valamint a SpaceX nem tétlenkedett, ismét hangosan szólt a sok Raptorok. Ez még nekem is fájt. Lássuk, mi történt a múlt héten. A gyors összefoglalónkat néhány a Flighthothoz köthető információval kezdjük. Elon Musk szokásához híven ismét online közvetítésben videójátékozott, ez alatt pedig érdekes háttérinformációkat osztott meg az 5. tesztrepülésről, főleg a Booster 12-ről. Egy rosszul konfigurált indítást rásegítő nitrogén gáztartály miatt mindössze egy másodpercre volt a booster attól, hogy megszakítsa az elkapókarokra való ereszkedést. Valamint a bordázat burkolata, tudjátok, az a kis darab, ami leszakadt landolás előtt nem sokkal, nos meglehetősen rossz helyen, több biztonsági szelep fölött szakadt le, ezzel elég veszélyes helyzetet teremtve, de szerencsére minden rendben ment, és már erre is van megoldásuk a mérnököknek. Közben közérdekű bejelentés, hogy kész a Space Junkie Starship Flight Design, melyet Sira Gábor készített nekünk, és már elérhető a webshopunkban. És akkor most, hogy elült a por a Flight után, lássuk, mi történt az elmúlt rövid időszakban. A SpaceX teljes erőbedobással készül a Flight 6-ra, Musk pedig megerősítette, hogy a Flight 6 ütemezésébe nem szól bele az FAA, ezúttal csak és kizárólag a SpaceX-en múlik, mikor jöhet a következő tesztrepülés. Ez annak köszönhető, hogy a Flight 5-tel együtt a Flight 6-ra is megkapta a cég az engedélyt, és az első állapot felmérések szerint legkorábban már november közepén következhet az új Starship repülés. És hogy egyértelművé tegye a SpaceX a mi hamarabbi indítási szándékát, október 22-én kedden át is szállították a Booster 13-at az indítási területre, rá egy nappal pedig ismét egy újabb első fokozat várakozott az indítóálláson, hogy statikus hajtóműtesztet végezzenek vele. Erre nem is kellett sokat várni, mert már pénteken, mindössze 11 nappal a flightot után már is végrehajtották a következő repülés első fokozatával ezt a bizonyos statikus hajtóműtesztet, mely során pár másodpercre beindítják mind a 33 Raptor hajtóművet, hogy ellenőrizzék, minden megfelelően működik. A Booster 13 Raptorjainak működése teljesen normálisnak tűnt kívülről, és minden jel szerint egy sima teszten van túl a SpaceX. Nem lehet eléggé kihangsúlyozni, milyen fontossággal bír a tény, hogy ilyen rövid idő volt szükséges az indítóállás és a földi kiszolgáló rendszerek átvizsgálásához és a szükséges javítási munkák elvégzéséhez, valamint egy sikeres teszt kivitelezéséhez. Aztán persze nem is tököltek túl sokat, még aznap leemelték a Booster 13-at az indítóállásról és vissza is vitték a Mega B egy összeszerelő hangárba. Ráadásul a Ship 31-et, tehát a Flight 6 páros második fokozatát még az 5. repülés előtt tesztelték, így elmondható, hogy innentől már csak a rendszerek felkészítése van hátra a Flight 6 megvalósulásához. Alig várjuk a következő tesztrepülést. Szerinted valós esély van a novemberi indításra? Írd meg nekünk lent a komment szekcióban, kíváncsiak vagyunk a ti véleményetekre. És ha már ott vagy, mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, ugyanis a nézőink 70%-a nincs feliratkozva a Space Junkie űrutazás csatornára. Köszönjük! Közben a gyártási területen sem csökkent az aktivitás. Elkezdték az új, második indítóállás indító platformjának összeszerelését. A korábbi kör alakú kialakítástól eltérően négyzetes kialakítást kap, és a tervek szerint moduláris, egyben cserélhető is lesz. Ugyanis a cél az volna, hogy több ilyen platformot gyártsanak, és egy-egy indítás után csak ezt a kifejezett elemet cserélnék, azt a részegységet, amelyik a legnagyobb terhelést kapja egy indítás, majd landolás során. Mert hát így rengeteg időt lesznek képesek megspórolni, komoly lépés lehet a gyors indítási ütem megvalósítása felé. Továbbá a Ship 33 második fokozatot átszállították a Messis területre, hogy megkezdje tesztprogramját, ez pedig egyúttal egy új korszak kezdetét is jelenti. Miért? Mert ez az első Block 2-es második generáció ship vagy második fokozat. És a módosításoknak köszönhetően talán megszabadulunk a felső légterelő elemek vagy flapek visszatérése során látott problémáktól, a méretük csökkent, valamint máshol kaptak helyet a korábbi verzióhoz képest. Végül, de nem utolsó sorban, jöjjön pár érdekes információ a jövőben várható eseményekkel kapcsolatban. 2025 izgalmas lehet, ugyanis a jövő évtől jóval gyakoribb indításokkal számolnak, az elsődleges szempont a gyakoriság növelése lesz. 3 indítóállást szeretnének 2025 végéig beüzemelni, ebből adódóan a tervek szerint a floridai LC-39A-ról 2025 végén indulna az első Starship.
az első ship vagy második fokozat elkapására, valamint az első booster vagy első fokozat újrahasználására pedig szintén jövőre kerülhet sor. Továbbá a heti Starship fejlemények című műsorunk 117. adásában arról is értekeztünk, vajon 2026 környékén elindulhatnak-e az első Starshipek a Mars felé. Mindenképpen nézd vissza az adásunkat. Ha tetszett ez az összefoglaló, semmisítsd meg a like gombot, iratkozz fel a csatornára, legyél te is csatornatag, vagy hívd meg minket egy kávéra a Patreonon. És ami talán a legfontosabb, mindenképpen írjátok meg a véleményetek nekünk, mit gondoltok a Starship program következő fejlesztési lépéseiről. Mi pedig találkozunk a következő videóban, addig is a tolóerő legyen veletek, hajrá Team Space, hajrá Space Junkie!